Sziasztok, Andrászok, elérkeztünk a következő Brodapest videóhoz, és a mai nap interneten fogunk ismerkedni különböző emberekkel, legfőképp lányokkal, és tehát a következő dolgotok, hogy elmentek a telefonotokért, valahova megkeresitek, elmentek a Play áruházba, vagy az App Store-ba, ki mit használ, letöltitek a Tinder-t, itt is van, ott van, le van töltve, úgyse fog látszani, de ott van. Itt a Tinder, jó, bejelentkeztek Facebook vagy telefonszámmal. Nagyon fontos, nem szponzoráció az egész, csak nyilván ez a legismertebb ilyen ismerkedős oldal vagy alkalmazás. Jó, ha ez megvan, beregisztráltatok vagy jelentkeztetek, akkor megtanultalak, hogy kell csajozni, mert látom, nagyon sokan írtok, hogy nagyon jól nézel ki, meg izé, és akkor biztos könnyen megy a csajozás. Mondom, hát, na jó, van. Ennyivel tudok segíteni, jó? Lesz pár jó tanácsom, nagyon jó, fogadjátok meg, mert így 100%-ig fogtok szerezni p***t. Tehát, hogyha lenne nekem Tinderem, ami nincs, ez elég érdekes, hogy pont erről szeretnék segíteni nektek, de mindegy, rámentek, és mindenkit húzotok jobbra, tök mindegy, hogy néz ki, hány éves, tök mindegy. Jobbra húzzátok, ugye van, azt hiszem, hogy van egy limit, egy ilyen 50 vagy 100 ember, akit tudsz húzni, teljesen mindegy, napi szinten húzogasd őket, minden nap nem vagy elfelad a kezed, tök mindegy, húzogasd őket, kész, jó, kírja egy limit, tök mindegy, eltelik egy-két nap, úgyis visszahúz téged is valaki, és akkor majd később találkozhatok, és együtt meg tudjátok húzni. Ez a sok húzogatás azért van, hogy nehogy már te válogass, hanem majd ők kiválasztanak téged, mert annyi mindenki csajjal kell foglalkozni, szóval ja, ennyi. Húzogass csak jobbra, nyugodtan, ez az. Jön a következő. A következő fontos dolog, nagyon-nagyon fontos dolog, a profil szerkesztés. Tegyél fel minél több képet, amennyit tudsz magadról, amennyit megenged, minél jobb fényviszonyok között, minél jobban nézzél ki rajta, kamukat is rakhatsz fel, amit szeretnél, de a legfontosabb, hogy írd oda, hogy ismersz engem, és a Instagramot is írd oda, hogyha szeretnéd. Nagyon sok lányt fogsz megszerezni. A leírásba mindenféle hazugságot, amit szeretnél, odaírhatsz. Úgyis minden kamu a mai világban, szóval tök mindegy, ez nagyon rossz dolog, amúgy írd oda, mennyi pénzed van, mennyi követőd van, mindent, amit szeretnél, kiket ismersz, milyen celebeket ismersz, stb. Csak azt ne írd oda, hogy 3 éve a feleségeddel egy lakásban éltek. És ha nagyon hardcore-ba tolod, akkor vehetsz ilyen pluszokat is, gold csomagot, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. Nem olcsó, de viszont meg ezzel nem promózni akarjuk az egész Tindert, csak annyit húzogathatsz, amennyit akarsz. Az nagyon fontos, mindenkinek a képét megnézheted, a nem tudom, hogy működik, privát képeket is, vagy valami ilyesmiket, és azt is látod, hogy amúgy kinéz meg téged, de mégsem, mert sima csomaggal nem láthatod, szóval ha van kedved, vedd meg, a felét elküldheted nekem is, hogyha mondom, jó képeket szerzel. Elérkeztünk a következő napokhoz, behúzogattál egy 300 nőt, jobb esetben. Visszaírtak páran, hogy szia, hogy vagy, mi van, izé. Jó, a legfontosabb, ne higgyél el semmit nekik. Ők is ugyanúgy hazudnak, mint te. Bárhogy is néz ki, bármilyen szép, meg izé. Egy, lehet, hogy kamu, az összes képét vidd fel Google-re a képkeresőbe, rakd be. Ha valakit találsz ott, akkor kész, vissza se írja neki. Ne találkozz vele egy ideig. Várjál vele, hogy ja, bocs, most nem érek rá, mert van sok dolgom, vagy mit tudom én. Legyél makacs, legyél erős, és bírd ki azt, hogy nem írsz vissza egyből bomba szép lányoknak, hogyha azok írnak. Ha meg csöves bánat lányok írkálnak, akkor meg hagyja, ne is írj nekik vissza, töröld ki, vagy nem tudom, vagy esetleg vedd rá olyan dolgokra őket, ha elmúltak 16. A következő nagyon jó tanács tőlem, hogyha kicsit komolyabb privát beszélgetésbe bonyolodtok, akkor mindenféleképpen vidd át a leállítót Snapchatre, mert ott ugye eltűnnek a képek, mindent látsz, ha lesz screenshotol valamit, vagy akármit, vidd át oda, ez a legjobb, amit én tudok adni nektek. A másik még fontos dolog, hogy például oda juttok, hogy küld magáról képet, akkor azt nézd meg jól, menj is le, hogyha szabad, az a legfontosabb, legyen egy nagy gyűjteményebb albumod mindenről, hogy milyen lányokat beszélgetsz meg, stb. Ha te szeretnél küldeni magadról képet, nagyon figyelj oda, hogy milyen anyajegyeid vannak, hol vannak, milyen sebeid vannak, vagy olyan dolog, ami nem néz ki normálisnak, ami nem látható máson is esetleg, és csak úgy küldjél képet, mert hogyha van rajtad egy vágás itt mondjuk, és mondjuk az csak rajtad van, vagy csak 10 emberen a világon, akkor mindenki tudni fogja, hogy te ezt azért mondom, hogyha kikerül az a kép, felhasználják ellened, akkor hát akkor az bárki lehetett igazából, vagy hogyha elküldöd a
izét, tudod mit, akkor ott is, hogyha van valami olyan, amit nem, hogy ott kéne legyen, vagy színkülönbségek, vagy bármi ilyesmi, akkor ne küldd el, csak élőben mutasd meg neki. A következő lépés, napok óta beszélgettek, nyugodtan mehet telefonszámcsere, beszéltek telefonon, bár azért pluszba fizetsz, csak mondom. És még így sem legyél bizakodó, mint hogyha az ellenséged lenne, úgy kezelt, jó, ne beszélj hozzá úgy, de azért egy lépést tarts, amikor jó, jól nézel ki, tetszel, meg izé találkozni veled, de még várjál vele, jó? Elérkeztek a rendezvú megbeszéléséhez. És mit csinálsz? Nem mész el az elsőre. Nem leszel ott. Hívogathat, hogy ja, merre vagy izé, ja, bocs, elfejtettem szólni, most nem érek rá. Tehát két éttermet mondjál neki, ami viszonylag ismertebb, mondjuk az egyik egy elitebb étterem, a másik egy sima, és hogyha az elitebb éttermet választja, akkor már kezdheted sejteni, hogy milyen irányba fog elmozdulni ez a kapcsolat. Lehet, hogy nem miattad is van veled, hanem a pénzed miatt is. Szóval nagyon figyeljetek oda, mert nagyon sok ilyen lány és fiú is van egyben. Még egy nagyon fontos tanács. Mivel nagyon sokat húzogattatok, és azért páran visszaírogattak, azt ne felejtsétek el, hogy sok lányjal fogtok beszélgetni, és nehogy véletlen megforduljon a dolog, és össze-vissza beszélsz egy másik lányjal. Tehát ne keverjétek össze a csajokat, mert arra nagyon idegesek lesznek, az biztos. Megbeszéltek egy helyet, időpontot, jó, kimentek oda. Meglátod a lányt, hogy azért úgy, én azt csinálnám, hogy megnézném jól, így megnézném, és így tovább sétálnék. Nem is mondnék neki semmit, ő meg így ezt fogja csinálni, az biztos, és hagyd ott, ne is, utána megírod neki azt, hogy hazaérsz, megírod neki, hogy ennyi volt, kész, vége. A másik variáció, hogyha elmentek egy teljesen normális randira, kicsit veszélyes dolog az internetes ismerkedés, de nem baj, kimentek valahova, moziba vagy bárhova, jó, tök jól elbeszélgettek, érzitek egymás között a szikrát, megbeszéltek nyilván a végén egy másik randit, hogy az első randi után ne csinálj semmit vele, ne csókold meg, ne fogd meg, ne csinálj vele semmit. Hogyha ő szeretne valamit, akkor nyilván menjél bele, de azért te ne csinálj semmit, várjál, bármennyire is tetszik, bármennyire is jó neked, ne, hagyjad. Azért a második, harmadik randinál, amikor az első puszi, csók, vagy valami belemehet, de addig ne csinálj semmit, aztán mehet, amit szeretnétek a négy fal között. Elérkeztek az első csókhoz, izgulsz, dobog a szíved, izzadt, minden bajod van, fázol, meleged van, jó, közelebb mész hozzá. Megpuszítod, megcsókolod, sok nyelvet ne használj, kicsik vagytok valószínűleg, akkor nem is használhatják a Tindert. Legyél határozott, fogd meg a haját, jó erősen, és kapd le és nézz a szemébe utána, és mondd azt, hogy majd találkozunk, és menj haza. Mondj ki egy sört, idd meg, kapcsolj be a tévébe egy meccset, Real Madrid, verd meg a választ, és mondd azt, hogy megcsináltam, ez az. Innen már csak két út van. Ha összejött, ha barátkozni akar, tegyük fel, összejön. Majd amikor mondjátok egy társaságba, hogy hogy ismerkedtetek meg, hogy a Tinderen vagy neten ismerkedtetek meg, ott beszélgettetek először, utána találkoztatok, azzal semmi gond nincsen. Nem a 18.-9. században élünk, hogy levélen kell beszélgetni, meg havi egyszer találkozunk, meg stb. Nem szégyen az egész. Ennyi. Mai tanulság, menni kell, csinálni kell, gumit használjatok, András voltam, sziasztok!